Szeptember 21-én tartották a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara tisztúító választásának hajdunálási szavazását. A reggel 8 órától délután 16 óráig tartó szavazás alkalmával a hajdunálási és a kamarai körzethez tartozó vállalkozásokat hatták le voksukat a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara küldötteire, az önkéntes kamarai tagok pedig a helyi szervezet elnökségének tagjait is megválasztották. A szavazásra érkező vállalkozók és gazdasági társaságok képviselői a fő tevékenységük szerint besorolt 5 tagozatban, úgy mint gazdasági szolgáltató, ipari, kereskedelmi, kézműves és nagyvállalkozói tagozatonként szavazhattak a megyei küldött jelöltekre. A bejutott küldöttek a kamarai választások folyamatának végén a tisztúító küldöttgyűlésen választják majd meg többek között a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét és alelnökeit. A helyi szervezet most megválasztott elnökségi tagjai október elején tartják meg alakuló ülésüket, ahol a hajdunálási szervezet elnökét és alelnökeit is megválasztják.